Sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkit! Ezen a csodálatos szombat délelőttön elkezdjük a bevezetés a programozásba tárgyat. Mi is lesz ma a téma, miről fogunk beszélni? Nyilván átnézzük a tematikát, hogy miről lesz szó. Elsősorban ez a fő része a dolognak. Illetve ki is fogjuk próbálni, hogy működik-e a futtató, illetve fordító környezet, tehát fordító, illetve futtató környezet működik-e. És ehhez fogunk írni egy kis, hát szokásos Hello World-ot. Megmondom, picit felvezetjük a fél évet, most ebbe a délelőtti szeánszba ez az, amivel fogunk foglalkozni. Illetve megnézzük, amit ígértem a héten laborokon, hogy hogyan is kell ezt a GitHub-ot használni. Legalábbis alapszinten, nyilván, amikor minden rendben van, és minden úgy működik, ahogy kell. Pillancsunk is rá a tematikára. Itten van. Ez az a kis PDF, amit le tudtok tölteni. Nagyon fontos, hogy aki esetleg nem a bevezetés a programozásba tárgy hallgatója, természetesen az is csatlakozhat, az is csinálhatja a feladatokat, olvashatja a könyvet. Ha megkéri így külön, akkor az ő megoldásait is megnézem. Ha ilyen van, ő írjon rám nyugodtan privátba, akár Discordon, itt a Twitch csatornán, az About-nál látja a Discord linket, ott is akár írhat nyugodtan, vagy küldhet e-mailt is. Természetesen nagyon szívesen megnézem az ő megoldásait is, illetve nyugodtan dolgozhat együtt a hallgatókkal. Szerencsére ez a Twitch, ez egy jó nagy tanterem, nyugodtan, tehát nagyon sokan beférünk. Ugyanígy a YouTube csatornára is, aki esetleg YouTube-on nézi a felvételt, vagy hát az archívot, az is nyugodtan csatlakozhat. Jó, rendben van. Na és akkor nézzük meg a tananyagot, illetve a tematikát. Ugye alapvetően ebből a könyvből fogunk dolgozni. Ez nagyon fontos, már most az elején leszögezném, bár majd fogom írni külön is, hogy minden tananyag, minden forráskód, minden prezentáció ez alapján, a könyv alapján készült. Ehhez van egy hivatalos diasor is, tehát prezentáció sorozat. Amit itt prezentációkat fogtok látni, az alapján készült, tehát annak egy kivonata tulajdonképpen. Én egy picit szűkítettem rajta, picit bővítettem rajta, itt-ottam ott, magyarosítottam, csak hogy nagy gond ne legyen. Részben magyarosítottam, mert ahogy laborokon már mondtam, nem minden szakkifejezést tudok pontosan magyarul. De hát ez nem is gond, angolul kell úgyis ezeket tanulni. Jó, pillancsunk is rá erre a könyvre, csak tényleg fölvillantom, hogy meglegyen. Ez az a könyv, jó? Tehát ebből a könyvből fogunk tanulni, ezen megyünk végig. Elég autentikus, ez a fickó találta fel, vagy hát alkotta meg a C++-t. Elég jól tud beszélni erről a dologról. Jó. Na de konkrétan miről is lesz szó, és akkor itt szépen végigmegyünk. Ugye itt nyilván van nekünk egy tematikánk a tájleírásba, amiben szerepelnek ezek a kulcsszavak tulajdonképpen, hogy miről kell beszélni, és akkor azokat fedjük le ezekkel a fejezetekkel. Itt látjuk, hogy ezeket a könyvbeli fejezeteket csinálgatjuk végig tulajdonképpen. Én itt Twitch-en magyarázok, illetve elmesélem azt, ami a legfontosabb ezekből a dolgokból, és azokat a forráskódokat dolgozzuk fel, illetve beszéljük át, ami ezekbe a fejezetekbe szerepel. Na most, amit nektek kell csinálni, nyilván haladni velem, akár így párhuzamosan is programozhattok így a Twitch élő közben, bár nem biztos, hogy a legkényelmesebb, főleg ha csak egy monitorotok van, de utólag is megcsinálhatjátok. Illetve ami ugye megoldandó feladat, főleg aki az egyetemi kurzusban van, hogy a fejezet végi drill szekciókat megcsinálja. Ez az a drill szekció, aki beszerzi a könyvet, az rögtön látni fogja, hogy miről is van szó. Ilyen fejezet végi néhány feladat, ami úgymond lefedi annak a fejezetnek a főbb tartalmi elemeit. Ezeket a feladatokat kell megoldani, és erre fogtok majd jegyet kapni, de ezt beszéltük laborokon, én itt külön erre most nem térnék ki. Jó, tehát ez lenne a teendő, erre van határidő is, illetve ezt majd meg kell védeni, de hogyha ti írtátok meg, vagy közösen írtátok, de úgy, hogy el is magyaráztátok egymásnak, akkor ebből nagy probléma nem lehet. Jó, és akkor itt van szépen felsorolva, majd ahogy haladunk végig a fél éven, majd ezek látszódni fognak.
Itt a követelményekre most úgy különösebben nem térnék ki. Igazából ezt laborokon is átbeszéltük, meg itt láthatjátok is, hogy mi. Mik a követelmények a fél év során. Ezt a PDF-et egyébként megtaláljátok fönt a Drive-on is. Aki már megnézte, elvileg Neptunon küldtem, úgyhogy nézzetek rá, hogy tényleg megkaptátok-e, az már így ezt a PDF-et is látja tulajdonképpen. Na szóval ez lenne a téma ebbe a fél évbe, és tulajdonképpen ma délelőtt ezt a bevezető labort csináljuk, délután 2-től pedig ezt a változós labort, vagy objektumos labort, hát ahogy tetszik, tehát ezeket fogjuk lefedni. Kezdjük akkor el most már ténylegesen is a tananyag tárgyalását. Ezt szerintem be is csukom. Egyetemi kurzus nem múlhat el nyilván prezentáció nélkül. Alapvetően nem a kedvencem az, hogyha a prezentációt tartunk Twitch-en, de legyen, mert csak egy egyetemi képzés, egyetemi kurzus, legyen némi kis szamárvezetőnk. Kezdjük is el. Tényleg fölvezetni azt, hogy mi is a koncepciónk, mi is a szemléletünk így a programozás, illetve az egész programming témakör kapcsán, hiszen nyilván azért ez az egész fél évre rá fogja nyomni a bélyegét, illetve majd várhatóan a Prog 1, Prog 2-re is. Nyilván ott még nem akarnék, hogy nagyon nagy jóslásokba bocsátkozni, hogy pontosan mi lesz, mert addig még változhat. Nyilván az, hogy lássátok, hogy mi a szemléletmódunk így a programozás kapcsán. Szóval nyilván mi a tantárgy céljai, mi a programozás, meg fogjuk írni az első kis Hello World programunkat, amit majd elmagyarázok, hogy mi is a célja egészen pontosan, illetve majd átbeszéljük ezt hogy hogyan is működjön egy program, illetve hogy pontosan, hogy hogyan is működik ez a fordítás, futtatás, tehát hogy amint mi megírunk programot, abból, tehát amint mi lepötyögünk, abból hogyan lesz majd egy működő valami. Nyilván csak így vázlatosan ezeket át fogjuk beszélni. Jó, oké is. Na és akkor, hogy miről szól ez a tárgy? Nyilván ez a tárgy egy programozás kurzus. Tehát ezt azért gondolom már látjátok. Beszéltük arról, hogy teljesen kezdőknek, tehát olyanok, akik abszolút nem programoztak még életükben. Nyilván azoknak, akik professzionális programozók szeretnének lenni, tehát alapvetően az, hogy ebből szeretnétek élni. Beszéltük azt is, hogy alapvetően a szoftverfejlesztésre helyezzük a hangsúlyt. Beszélünk majd erről, hogy nagyon sokféleképpen föl lehet építeni egy ilyen programozás kurzust, nagyon sokféleképpen lehet programozni, tanulni. Mi azt választottuk, hogy főleg a szoftverfejlesztés legyen a fő sodorvonal. Lehetne a data science is, lehetne a gépi tanás, a mestint, lehetne webfejlesztés irányba is menni, mint ahogy nagyon sok online kurzus látjátok, hogy különböző szempontból közelíti meg a dolgot. Mi alapvetően a szoftverfejlesztést tartjuk szem előtt. Tehát olyan embereknek, akik ebből szeretnének élni, főleg szoftverfejlesztésből, és akkor nyilván itt nagyon sok irányba el lehet menni a desktop alkalmazás, játékfejlesztés, mobil alkalmazás fejlesztés, sok-sok egyéb irány. Jó, nyilván okosaknak, de nem zseniknek. Tehát jó, alapvetően nem kell zseninek lenni ahhoz, hogy ezt a kurzust megcsináljuk. Nyilván nagyon sok időt igényel, illetve tehát sokat kell foglalkozni a dologgal, de nem kell géniusznak lenni ahhoz, hogy ezt a kurzust elvégezzétek. Itt vagytok az egyetemen, én nem tartom, hogy mondjam, lehetetlennek azt, hogy ezt megcsináljátok. Későbbi fél években is szerintem kivitelezhető. A programozás része mindenképpen. Oké is. Jó, nyilván az, hogy keményen kell dolgozni és tanulni, ez egyértelmű. Nyilván egyetemen vagytok, ez teljesen triviális. Viszont nyilván én igyekeztem úgy belőni a mennyiséget, hogy azért tudjatok aludni is éjszakánként, tehát ne az legyen, hogy hajnali 2-kor még ott kell ülni a gép előtt és nyomni a beadandókat.
Emészthető szerintem a mennyiség, de hogyha esetleg picit sok, akkor szóljatok, és akkor lehet, hogy csipegetünk egy kicsit, nem a tananyagból, mert abból nem lehet, hanem a drillekből egy picit hát csipegetünk lefele, ha úgy tetszik. Jó, és nagyon fontos, hogy a C++ programozási nyelvet fogjuk használni. Ezt majd egy kicsit később kifejtjük, hogy pontosan miért. Nagyon fontos, nem a C++ programozási nyelvet tanuljuk, ezt mondtam órákon is, hanem C++-ba fogunk programozni, tanulni. Jó, de majd beszélünk arról, hogy ez pontosan mit jelent. Mi az, ami nem ez a kurzus? Ez a kurzus nem egy szórótárgy, legalábbis eddig nem volt az. Itt a szerzőt, a könyvnek a szerzőjét idézném, hogyha úgymond be tudtatok kerülni egy ilyen science és engineering témájú egyetemre, akkor biztos, hogy ezt a kurzust is úgymond le tudjátok kezelni, tehát tudjátok abszolválni, tudjátok teljesíteni. Én mindig figyelek arra, hogy ne az legyen, hogy ilyen 50-60% megbukik. Most mondhatnám azt, hogy nem rajtam múlik, hogy kibukik meg, de azért múlik az oktatón is. Én igyekszem erre figyelni. Ha tényleg csináljátok a drilleket, meg haladtok velem így abban az ütemben, ahogy én is haladok így hétről hétre, akkor szerintem nem lehet probléma. Ahogy már mondtam, hogy ez nem egy kurzus a C++ programozási nyelvről. Progedjen fogunk jobban belemenni ilyen C++ nyelvi dolgokba. Azért alapvetően itt is lesz erről szó, mert nem lehet elkerülni, tehát lesznek nyelvi dolgok, főleg a fél év második felébe, de alapvetően a programozásról szól, és a programozás alapjairól, illetve programozási koncepciókról. Oké. Apró technikai részletekkel nem igazán fogunk foglalkozni. Nem azoknak a hallgatóknak szól ez a kurzus, akik a nyelv apró részletein meg apró finomságokon akarnak most itt rugózni. Progedjen erre lesz lehetőség, tehát ott tényleg jobban bele tudunk menni ezekbe a dolgokba. Nem fogunk semmiféle ilyen furcsa szoftverfejlesztési és nehezen érthető szavakat használni. Az majd lesz később, lesz külön tárgyatok ilyen szoftverfejlesztési módszertanokra, ott ezeket majd átrágjátok. Alapvetően ez most még korai lenne, de szerintem az is egy nagyon jó téma és nagyon fontos téma egyébként, de most ez még itt nem célunk. Viszont mi a célunk, hogy megtanulunk alapvető programozási fogalmakat, alaptechnikákat, alap C++ eszközöket, tehát tényleg alapfogalmakat, programozási alapfogalmakat. Nyilván mivel, hogy kell hozzá C++, ezért ott azért meg fog nézni pár dolgot, nyilván, mert ez azért kelleni fog, de tényleg programozni tanulunk elsősorban. Mire lesztek képesek a kurzus elvégzését követően? Egyszerű C++ programok írására, hangsúlyozom, hogy egyszerű, tehát itt még a Cyberpunk még nem játszik, tehát azt még nem fogjátok tudni azért megírni, tehát tényleg nagyon egyszerű programokat. Képesek lesztek nagyobb programok olvasására. Hát itt is csak azt mondom, hogy nagyobb, kisebb, nagyobb, majd ahogy látjátok. Más programozási nyelvek alapjainak elsajátítására, de itt tényleg csak az alapokra gondolok. Tehát, hogyha esetleg elővesztek egy alapjáva könyvet, ott már egy-két dolgot meg fogtok tudni nézni. Tényleg nagyon alapszinten. És ami az egyik legfontosabb, hogy tovább tudtok lépni egy haladó C++ kurzusra, ami hát félig meddig a Prog 1. Azért a Prog 1 hivatalos tematika se valami frenetikus, úgyhogy nyilván ott is abból főzünk, ami van, tehát a mozgásterünk az annyi, amennyi. De ott azért már lesz szó haladó C++ fogalmakról is. Tehát nyilván alapvetően a tantárgy célja is az, hogy azok, akik nem tanultak programozni, azok be tudjanak lépni úgy a Prog 1-re, hogy nincsenek, nem lesz
komoly problémájuk, tehát nem lesz abból problémájuk, hogy nem tanultak még programozni. Jó? Tehát ahogy beszéltük is, lehet, hogy ezt nem kéne mondanom, de tulajdonképpen a középiskola és a közoktatás hiányosságait pótoljuk ezzel a kurzussal. Nagyon komoly nehézségeink voltak korábban, amiatt, hogy nem volt ez a tantárgy, és úgy kellett a Prog 1-et fölépíteni, hogy gyakorlatilag tényleg nem volt programozási előképzettsége a hallgatók jelentős részének. Akinek volt, annak is csak nagyon-nagyon szorványos, nagyon kevés olyan hallgató volt, aki egyből föl tudta venni a ritmust Prog 1-re. Hát ez a kurzus ezért jött létre, még hogyha nem is feltétlenül teljesen azzal a tematikával, amivel mi szerettük volna, de ez tényleg erre van. Jó, ennek a kurzusnak az elvégzését követően még nyilván nem lesztek tapasztalt programozók, nem lesztek C++ expertek, C++ nyelvi szakértők, és nem lesztek tapasztalt használói haladó függvénykönyvtáraknak. Mit kell tenni? Hát vegyetek részt az órákon, ez alapvető. Ugye a laborokon továbbra is él az a szabály, hogy a 3 hiányzása megengedett legfeljebb, de hát most itt a speciális helyzetet tekintve azért ezt egy kicsit rugalmasabban kezelem. Olvassátok el a fejezeteket, dolgozzátok fel az ott található forráskódokat. Ezt fogjuk itt Twitch-en is csinálni, közben ugye magyarázom, hogy mi történik meg mit is kéne csinálni. És ezt csináljátok meg ti magatokat is. Mármint, hogy ti magatok is. Szóval dolgozzátok fel mindenképpen. Jó, hát a drilleket meg ugye kötelező csinálni, tehát ugye ezeket fogom számon kérni, erre kaptok ma jegyet. Jó. Már is kitérek a kérdésekre egy pillanat. Ugye nyilván tanulni kell, nézzétek meg a fejezet végi review kérdéseket esetleg. Ott ha azokra tudtok válaszolni, akkor oké, és ha nem, akkor olvassátok el újra a fejezet adott részét. Nézzétek meg a fejezet végi terms részt, ott ilyen fogalmak vannak, programozási alapfogalmak, ugye a drilleket el kell készíteni, ahogy mondtam, a gyakorló feladatok opcionálisak, tehát azt ugye azért tényleg sok idő, azért bele-bele nézegettem én, meg átfutottam. Hát azért nekem is még volt egy-két olyan feladat, ami ilyen akár órákat is igénybe vett volna, hogy megoldjam. Én azt tényleg nem akarom elvárni. Amit nagyon szeretünk, és nagyon nagyon jó lenne, hogyha beindulnának ezek a saját kis garázs projektek. Hát most nem akarom magamat reklámozni, korábban játszottam ilyen kis indie puzzle gémekkel, itt a csatornán is, YouTube-on vissza tudjátok nézni, amik tényleg ilyen nagyon egyszerű kis viszonylag egyszerű kis Unreal Engine-es gémek, amiket ilyen 2, 3, 5, 10 fejlesztő fejlesztett. Én nagyon szeretnék látni például ilyeneket is. Tudom, hogy ezt támogatni nem nagyon lesz időm nekem személy szerint, illetve a kari infrastruktúra se feltétlenül alkalmas arra, hogy ezeket támogatni tudjuk. A géppark az hát tudjátok olyan, amilyen, tehát játékfejlesztésre nem alkalmas, egy-két PC-t leszámítva, amihez van hozzáférésetek, vagy nem, általában inkább nem. De én nagyon szeretnék például ilyeneket is látni. Most nem feltétlenül játékokat, de akármilyen kis garázs projekteket, amik tényleg ilyen, úgymond a saját projektjeitek. Alapvetően ezzel lehet mindig a legtöbbet tanulni. Egyik laboron volt egy hallgató is, aki már Play-re tesz föl, vagy tehát a Google Play-re tesz föl Android appokat, saját alkalmazásai vannak, ilyesmi. Nem azt mondom, hogy azt most tegyük ki open source-ba, mert nem, de ezeket nagyon jó lenne látni, előbb-utóbb elérni arra a szintre, hogy ezek működhetnek. Én úgy gondolom, hogy például ha már játékfejlesztés, hogy tényleg Unreal Engine-re ilyen kisebb-nagyobb programot összerakni, kisebb-nagyobb játékot összerakni már nem olyan vészesen nehéz,
Persze, programozás sose könnyű, a fejlesztés sose könnyű, de én úgy gondolom, hogy az érjen 1-2-3 fél év alatt valamit össze lehet rakni. Jó, úgyhogy ezek működhetnek. Jó, na csak ezt erre egy mindig külön szeretek kitérni. Jó, tanuljatok nyugodtan közösen. Alapba is szoktam ezt mondani, hogy magányos programozók nincsenek. Legalábbis nem jellemző. Ugye, ha elmentek egy céghez majd dolgozni, ott ugye saját, vagy ott ugye lesz egy developer team, közösen fogtok dolgozni adott feladatokon, négyen, öten, tizen, százan, ezren, ugye mikor, hogy, attól függ, hogy ki mekkora céghez jut el. Nyilván érdemes már most is ezt ugye elkezdeni, tényleg tanuljatok közösen. Mondom, ha bizonytalanok vagytok abban, hogy mit lehet és mit nem, akkor kérdezzetek nyugodtan. Laborokon már volt erről szó, hogy nyugodtan akár a drilleket is megoldhatjátok együtt. Én úgyis azt fogom nézni a védések során, hogy értitek-e. És ha értitek, akkor már rendben is vagyunk, mert tulajdonképpen ez a cél. Most én nem akarok én tényleg ilyen lelki terrorba tartani senkit, hogy ilyen szigorú számonkérések, meg internetet nem lehet használni, meg nem, tehát olyan testidegen úgymond. Alapban is én nem tudom, hogy hogyan lehet programozni internet nélkül, de erre majd később kitérek. Nagyon sok dokumentáció, meg nagyon sok információ csak online érhető el. Itt nyilván ezt igyekszünk minél életközelibbre szervezni, hogy tényleg már a számonkéréseken is, meg órákon is nyugodtan lehet internetet, mindent használni. Ez később is így lesz egyébként Prog 1-en, Prog 2-n is. Jó, ami nagyon fontos, és ezt már most mondanám, hogy más forráskódját ne add el sajátodként. Jó, tehát ez nagyon fontos. Ez a give credit, ahogy az angol mondaná, tehát hogy írd oda, hogyha ez valaki másé, nincsen semmi probléma ebből. Látni fogjátok majd azt, hogy tényleg a fél év során is, meg szoftverfejlesztés során is nagyon sokszor használjuk más programkódjait. Szinte része is már ennek a dolognak, hát most csak gondoljatok bele, fejleszted a játékot, hát az Unreal Engine az kié, nyilván az Epic Games-é, azt használod, semmi probléma. Oda kell írni, hogy az Epic Games, készen is vagyunk. Jó, ne add oda másnak a saját kódodat. Ezt kiegészíteném azzal, hogy ha oda is adod, magyarázd el, hogy mi történik, értse meg a kolléga azt, hogy mi van ott. Jó, és tényleg, amit mondtam, hogy legyen forrás megjelölés. Ha lehet, ne tanuljatok egyedül. Bár itt most a jelen helyzet kapcsán lehet, hogy ez picit úgy nehézkessé válik, de hát nyilván ma már Discordon, Skype-on, akárhogy nyugodtan tudtok csoportokba tanulni. Erre igyekszek majd a Discord szerverünkön is egy kis supportot adni. És nyugodtan kérdezzetek egymástól, nyugodtan kérdezzetek tőlem, akár itt a Twitch chatben látom, megint vannak kérdések, és lehet itt nyugodtan kérdéseket föltenni, illetve van az e-mail címem, ugye a Kari honlapon megtaláljátok, nyugodtan lehet azt is spamelni. Beszéljünk arról, hogy miért C++. Nagyjából már beszélgettünk erről egyébként laborokon is, hogy miért. Ugye programozni csak úgy lehet megtanulni, ha programoztok, máshogy nem. Ez viszont kell egy programozási nyelv. Nagyon sok szempontot vettünk itt figyelem, kellett figyelembe vennünk. Ugye alapvetően az, amit mondtam is, hogy a Karona szoftverfejlesztés van fősodorvonalba, és akkor ez alapján ugye muszáj volt egy olyan órát kitalálnunk, ami, tehát egy olyan megoldást kitalálnunk, ami illeszkedik a tantárgyi tematikához is, meg ez a szoftverfejlesztési fősodorvonalhoz is. Ugye a tematikában, aki esetleg tanult már programozni, elhangzanak ilyen kulcs szavak, hogy pointerek, struktúrák, tömbök, memóriacímzés. Így akkor nyilván a Java meg a Python eleve kiesik, ott ezeket igen nehéz szemléltetni, már csak azért is, mert pointerek nincsenek a nyelvben. Tudom, hogy vannak megoldások, de ne erőszakoljuk meg a dolgokat. Tehát nyilván ez
ehhez kellett alkalmazkodnunk. Alapvetően az ilyen C, C++ jellegű nyelvek maradtak, mivel hogy a bevezetés a programozásba tárgya a magas szintű programozási nyelvek egy tantárgyra készít föl, ezért maradt a C++, ugye a C az nem egy magas szintű programozási nyelv, ezt mondtam órán is, az egy rendszerprogramozási nyelv, szoftverfejlesztésben nem is igazán használjuk. Jó. Én nagyon szeretem egyébként, hogyha hardware kell programozni, mindig előveszem, mert úgy ott az kényelmesebb, bár lassan már a legtöbb ilyen hardware programozási nyelv C++-ban is, vagy ilyen hardware programozni már C++-ban is tudunk. Úgyhogy ezért is választottuk a C++-t, illetve azért is, mert tényleg ez egy baromi jó könyv, szerintem ilyen bevezető programozás könyvek közül tényleg nagyon-nagyon jó. Nyilván, ahogy mondtam is az elején, rengeteg megközelítés van, rengeteg félképpen lehet programozni, tanulni, erre rengeteg tudományos cikk, meg rengeteg anyag születik, hogy mit, hogy érdemes, főleg mostanában, hogy tényleg elképesztő hiány van minőségi programozókból. Aki azt mondja, hogy az ő módszere a legjobb, az hazudik. Mi ezt választottuk, mi ezt használjuk, lehetne mást is. Egyébként, aki szeretne megnézni más ilyen programozási megközelítéseket, szerintem online milliót talál. Okés. Na most egy programozási nyelv ugye segít kifejezni a gondolatainkat programkódban, tehát ha van egy problémánk is, azt szeretnénk megoldani, azt programkódba tudjuk kifejezni, és itt ezt benne is hagytam, hogy tényleg a legközvetlenebbül ezen a nyelven tudjuk kifejezni a gondolatainkat számos alkalmazási területen, főleg mérnöki vonalon, illetve szoftverfejlesztési vonalon. Jó. Illetve, amit mindig föl szoktunk villantani, ez a úgynevezett Tioba Index, ezt most én itt megpróbálom nektek megmutatni. Remélem működni fog. Így van. Tehát ez a Tioba Index a leggyakrabban használt ilyen programozási nyelvek listája. Szeptember, tehát még aránylag friss is. Hát most itt a szeptemberi headline pont az, hogy ezt tényleg nem terveztem így, de ez meglepő. Jó, és akkor itt látjuk ugye a programozási nyelveknek ilyen, hát a rangsorát. Ugye a Javát és a Pythont ugye itt ki kellett lőnünk, mert ugye a tematika nem engedi meg, ugye a C-re mondtuk, hogy az nem szoftver, tehát nem magas szintű programozási nyelv, azt azért lőttük ki, és akkor itt a C++. Jó. Mondom, ezeket a nyelveket lefeditek majd, hát Prog1-en lesz egy kis C, valamennyi még itt is, Prog2 meg Java Python, C#, azok. Tehát ezeket szépen le fogjátok fedni majd Prog1, Prog2-n, tehát ezek meg lesznek. És akkor itt vannak ilyen webes nyelvek, egyéb nyelvek, de mondom, tényleg ezt mindig föl szoktuk villantani, hogy lássuk azt, hogy nem egy holt nyelven tanulunk, hanem tényleg aktuális a dolog. Na, okés. Alapvetően a C++ egy ISO szabvány, tehát nyilván egy szabványosított dolog. Ugye a legfrissebb az a 2020-as. Na most C++ 20-at szerintem itt nem fogunk tanulni. Prog1-en volt szó egy-két dolog kapcsán, de nem igazán. A C++ 14 lesz az, amit fogunk nézegetni, meg abba fogjuk írni a programokat. Itt is, meg majd Prog1-en is. Hát 17-es, 20-as eszközöket nem igen fogunk használni, alapvetően ez most még lehet, hogy nem is mond sokaknak semmit, később majd érdekes lehet. Gyakorlatilag minden számítógépen elérhető, nem nagyon van olyan alkalmazás, olyan eszköz, amire ne lenne C++ fordító, tudjuk használni. Jó. És ami nagyon fontos, hogy amit itt, illetve Prog1-en megtanulunk programozási fogalmakat, azt a legtöbb major nyelvben tudjuk használni, C-ben, Java-ban, C#-ban ezek működni fognak, megtalálhatóak. Nyilván ott az adott nyelvnek a sajátosságaira ezt érvényesíteni kell, de működhetnek. És akkor ugye hol használjuk? Hát szinte mindenhol. Itt a szerző bedobott egy képet, az egyik Mars rover is
ebbe C++-ba készült a vezérlő szoftvere. Hát mondjuk hardware programozásnál ez azért annyira nem meglepő, és akkor itt látunk pár példát, hogy tényleg milyen témakörökbe használják. Nem olyan érdekes ez most. Én úgy gondolom, hogy tényleg érdemes ezzel a nyelvvel foglalkozni, mert nagyon sok, tehát nagyon bő az eszköz készlete. Ugye, hát itt van nekem a nagy C++ könyv, jó? Tehát ez a, remélem jól látszik, tehát ez a Strawsunknak, a szerzőnek a C++ könyve, ez is olyan, hát 1300 oldal környéke. Tehát ebből azért látszik, hogy a nyelv az eléggé, tehát igen-igen sok eszközzel rendelkezik. Megkeresem, itt a C könyv is itt van. Aha, igen, itt van a C könyv. Hát ez egy picit más jellegű, ez egy sokkal vékonyabb dolog, ez olyan, hát most gyorsan megnézem, hát olyan 200 oldal környéke. Jó, csak így összehasonlításképpen, sokkal több eszközünk van C++-ban, mint C-be. Arra, hogy kifejezzük a gondolatainkat, arra, hogy kifejezzük azt, hogy mit is szeretnénk megvalósítani. Könyv felépítése. Ugye itt van a könyvünk, a párt egyen teljesen végig fogunk menni. Nyilván ez tényleg itt írja is, hogy the basics, tehát a teljes alapok, ezen szépen végig fogjuk magunkat rágni. Lesz egy fejezet a IO-ról, tehát ilyen input-output eszközök, nyilván mert a tematikában szerepel, akkor beszélünk róla. Ez a könyvbe két fejezet, de én összevonom egy logikailag egy előadásba, meg egy órába, mert hát szerintem elhangzik olyan dolog a könyvfejezetben, ami nekünk most lehet, hogy egy kicsit sok. Part 3, abból pedig ilyen memóriakezeléses részeket fogunk megtekinteni, memóriakezeléses dolgokat fogunk megnézni. Szerintem egy nagyon izgalmas rész lesz. Ebbe nagyon sok anyagot fogunk majd adni, mert tényleg ezek már nehezebb részek lesznek. De mondom, erről is fogunk beszélni. Erről is fogunk beszélni. Jó, az este erről nem. Arról ez a graphical output, illetve az este erről van videó, tehát ezt YouTube-on meg tudjátok nézni. És ott tudtok ennek kapcsán tájékozódni, el tudjátok olvasni a könyvbe a fejezetet, illetve tényleg meg tudjátok nézni YouTube-on is, hogy hogyan dolgozom fel ezeket a fejezeteket. Jó, a part 4 pedig alapvetően inkább ilyen olvasmányos dolog, abban nem nagyon akarnék belemenni. Olvassátok el, ha szeretnétek, és akkor kicsit, hogy tágítsátok azt a kört, amit láttok. Itt van szó egyébként C nyelvről is. Azt is, ha gondoljátok, ProGedge előtt érdemes megnézni. Jó, rendben van. Na, és akkor, hogy milyen ígéreteink vannak? Igyekszünk minden fogalmat elmagyarázni, amennyire csak lehet. Tehát semmiféle magic nem fog maradni így bennetek. Ez azért is fontos, mert ne az legyen, hogy valamilyen ilyen rossz notion vagy gondolat marad meg bennetek, hogy fú, hát ez biztos azért működik, mert. És akkor lehet, hogy valami olyan dologra gondoltok, ami nem igaz, vagy nem jó, vagy nem szerencsés, nem valós. Én igyekszek mindent elmagyarázni, amennyire csak lehet, de nem jobban, mint amennyire feltétlenül muszáj. Jó, nem fogom azokat a zavaros részleteket nagyon forszírozni, azt majd később ProGedgen jobban lefedjük, most tényleg csak az, ami ide kell. Amit tényleg tudok ígérni, hogy ezek, amit itt átnézünk, később is hasznosak lesznek, illetve amit mondtam laboron is, hogy maga a könyv is, meg úgy az egész kurzus úgy épül fel, maga olyan eszközöket mutat be, amiket tényleg használnak éles szoftverfejlesztésbe is. Semmi olyan nincs benne, amit már nem használnak, vagy deprecated, vagy tényleg már nem alkalmas arra, hogy működő szoftvereket készítsünk belőlük. Ami esetleg szerepel benne, ott meg van magyarázva, ott megmagyarázzuk azt, hogy milyen használjuk, illetve hogy milyen C++ eszköz használjuk inkább helyette.
Jó, nem fogunk mindenre kitérni, arra is azért adok egy ígéretet, mert tényleg azért a C++ tényleg baromira és nagyon sok eszközt ad a kezünkbe. Jó, ahogy mondtam, teljesen valós dolgokat fogunk megnézni, tehát az itt tárgyalt technikák, eszközök, fogalmak alkalmasak ipari szoftverek írására is. Jó, tehát ezt írjuk is egyébként, a könyv is írja sok helyen, hogy itt és itt használható. Tehát tényleg, ahogy mondtam, ezeket fogjátok később is alkalmazni. Egyszerűek a példák, nyilván már most is fogjuk látni a legelső kis példában, hogy tényleg egyszerűek, de valós problémát mutatnak meg. Okés, és akkor nyilván skálázható is a dolog, amiket itt átbeszélünk, azokat használhatjátok tényleg szoftverek írásakor. Na, és akkor egy gondolat, nyilván, hogy miért programozás, szerintem itt ezt olyan különösebben nem kell magyarázni. Aki itt van Twitch-en, vagy itt van BevProgon, az már nagyon jól tudja, hogy mi is az a programozás, meg miért is érdekes. A könyvben a Chapter 1 ezzel azért eléggé részletesen foglalkozik. A Chapter 0 és a Chapter 1 a könyvben egy elég jó olvasmányos dolog. Tényleg azt csak olvassátok el, különösebb teendő nincs vele. Ott tényleg magát az alapfilozófiát mondja el meg, hogy hol is használnak programozást, meg hogyan is használják. Aki esetleg picit outsider ebbe a témába, annak érdemes, de nyilván aki itt van, az valószínűleg nem az. Tehát nyilván, ha rátalál erre a csatornára, vagy erre a videóra, akkor már én úgy gondolom, hogy tudja, hogy miről szól a dolog. Rengeteg alkalmazás van, tényleg a játék szoftverektől kezdve a beágyazott rendszerek, önvezető autóvezérlés, Mars Rover, millió-millió dolog, és ami még esetleg ilyen meglepő és ilyen orvosi alkalmazások. Csak hogy egy példát mondjak, van a közelemben olyan, aki dolgozott a orvosi egyetemen, programozóként, nyilván most is van, csak akit ismerek, és ott egy orvos professzor mondta azt, hogy nem gondolta volna azt, hogy egyszer majd ahhoz, hogy jó minőségű kutatást tudjon végezni, szüksége lesz programozóra. Hát itt az adatelemzés kapcsán nyilván ez nagyon hangsúlyosan előjön. Jó, tehát millió helyre kell programozó, millióféle programozási feladat van, és nagyon komoly hiány van jó minőségű programozóból, nem csak Magyarországon, hanem a világon igazából mindenhol. Jó? És ugye, amit itt ilyen kis megjegyzés, hogy a legtöbb számítógép nem is néz ki annak, hát igen, ez a régi motorosok tudják, hogy a számítógép egy doboz egy monitorral, hát most már nyilván nem, de ezt szerintem a most aktív hallgatóknak már különösen nem kell magyaráznunk. Nézzük is rá az első kis programra, és akkor ebből már látni fogjátok, hogy én hogyan is csinálom ezt a programozás dolgot. Ugye ez a klasszikus Hello World program. Itt van nekem egy parancsor, illetve itt van nekem egy szövegszerkesztő. Jó, na most a szövegszerkesztő a sima Sublime, ingyenesen letölthető. Igazából ami eszközöket itt fogok használni órán, és amit itt fogok nektek mutatni, amit itt használok, az minden ingyenesen letölthető. Ingyenesen és jogtisztán letölthető, nagyon fontos, hogy ezt hozzátegyem. Ingyenesen és jogtisztán letölthető, ugye a Linux is, a Sublime is, ezek mind-mind ingyenes szoftverek, ezért is mondanám azt, hogy használjátok ezt. Tudom, hogy a hallgatóknak a Windows az jogtisztán elérhető, legalábbis én úgy tudom, hogy elérhető. De a lényeg, hogy itt, illetve majd ProGedgen is később csak ingyenesen elérhető szoftvereket fogunk használni. Így van, Kori. Jó, tehát ingyenesen elérhető szoftvereket fogunk használni. Ez nyilván egy alap dolog olyan szempontból is, hogy én nem akarom, hogy különösebben fizessetek bármilyen szoftverért, mert vannak ingyenes és jogtisztán és sokszor open source-on elérhető alternatívák. Jó, rendben van. Na, és akkor nézzük is meg, hogy mi történik itt, meg mi is ez. Ugye Linuxon vagyunk, hát a Sublime az minden oprendszeren ugyanígy néz ki, egy sima
sima szövegszerkesztő, mint Windows-on a WordPad, ha még létezik ilyen. Nem is tudom, hogy ott pontosan mi van most így az új verzióknál. Illetve itt van egy parancsor, ezt majd mindjárt megmutatom, hogyan működik. Ide tudunk írni különböző parancsokat, különböző utasításokat. Jó. Oprendszerek tárgy már biztosan volt, már ezt próbálgattátok, nézegettétek, de azért most is megnézzük, hogy programozás szempontjából miért érdekes ez. Jó, és akkor ugye nyilván magát a programozást, illetve a programot egy olyan formába írjuk, amit mi el tudunk olvasni, illetve mi értünk, mi tudunk írni. Hát hogy mi is értünk, ezt úgy értsétek, hogy ha most még nem értitek, majd érteni fogjátok. Tehát ilyen emberek által olvasható forma. Jó? És akkor majd megnézzük, hogy miért is érdekes ez. Na és akkor kezdjük el írni ugye a programot, de előtte mentsük is el. Oké, és jó, hát meglepő módon legyen az a neve, hogy Hello World. Jó, figyeljünk arra, hogy kiterjesztést adjunk a fájlnak. Linuxon alapvetően nem lenne feltétlenül muszáj, de a fordítónak majd kelleni fog. Jó, tehát C++ programnak CPP a kiterjesztése, erre figyeljünk oda, mert másként nem igen fog, tehát problémázni fog a fordító. Jó, hát mentsük el, és akkor kezdjük el írni. Ugye különösebb magyarázatot most még nem akarnék hozzáfűzni ahhoz, hogy mi miért történik. Egyelőre tényleg csak próbáljuk ki, hogy működik ez az első kis programunk. Jó, rendben van. És akkor annyit csinálok még ide, hogy be fogok még tenni egy sort, amit majd el is magyarázok, hogy miért van. Jó. Na és akkor itt van az első kis programunk. Itt van a header fájlunk, amit már is mutatok. Ezt le fogjátok tudni tölteni. Le fogjátok tudni tölteni. Szerintem be is van linkelve a PDF-be, a tárgy leírásba, és onnan le fogjátok tudni tölteni. Jó? A lényeg az, hogy tegyétek vele egy mappába. Egyelőre most ennél többet nem akarnék magyarázni, ki fogunk rá térni. Jó, és akkor fordítsuk le ezt a programot, ezt is majd elmagyarázom mindjárt, hogy mit is jelent. Jó, és futtassuk is le. Szuper. Na most mit mond ez nekünk, és mi az, amiért ez nekünk érdekes? Hát látjuk, hogy ez a program nem csinál különösebben semmit, csak kiírja a Hello World-öt. Szerintem, aki programozott, akár középiskolában, akár máshol, nagyjából ezzel kezdtétek, még hogyha nem is pontosan így nézett ki. Ugye ez a program alapvetően arra jó nekünk, hogy megnézzük, hogy működik-e a fordító és a futtató környezet. Jó? Ugye ez a program fordítása, tehát itt fordítjuk le, mindjárt mondom, hogy ez mit jelent, itt pedig futtatjuk a programot. Jó? És látjuk, hogy kírja, hogy Hello World, ebbe a sorba ezt akartuk. És így akkor rendben is vagyunk, ki is írtuk, hogy Hello World. Jó. Okés. Na, úgyhogy alapvetően ennek a programnak most hirtelen ennyi összesen a célja. Ki fogunk térni majd, hogy itt mi történik. Alapvetően ez a sor az, ami effektíve csinál is valamit. Jó, tehát ez az a sor, ami effektíve csinál is valamit. A többit úgy hívjuk, hogy hát boilerplate. Délutára megnézem, hogy ezt magyarul hogy mondják. Egyelőre csak maradjunk annyiba, hogy kipróbáltuk. Én nekem itt nálam működik a fordító, illetve futtató környezet. Aki szeretné, már most ebéd előtt ki is próbálhatja. Jó, már aki telepített Linuxot, hogy neki működik-e. Hogyha esetleg valamilyen hibát ír a fordítás, akkor erre nézzünk rá, hogy jól írtuk-e meg. Tehát, hogy rendben van a programunk. Illetve lehet az is, hogy a G++ nincs telepítve. Akkor egy olyat csináljunk, hogy telepítsük fel ezzel a parancssal. Jó? Ebbe se akarnék belemenni, ez egy Linuxos dolog. Remélem jól írtam. AVD-et és a C++. Jó, itt meg kell adnunk neki a
sudo jelszót, tehát a super user jelszót. Sajnos ez az, amit ugye egyetemen a laborgépeken nem tudunk megtenni. Jó, de itt nekem írja, hogy a G++ már telepítve van, és ez a legújabb verzió. Hogyha esetleg itt valami gond van, akkor ezt még próbáljuk ki. Friss Linux telepítésen nem biztos, hogy ez fog egyből működni. Jó. Ami még ilyen kis részinformáció, hogy én a 18.04-es Linuxot használom, azért, mert a 20.04-es még túl új ahhoz, hogy használni merjem. Ti nyugodtan használhatjátok a 20.04-et. Elvileg a mi forráskódot itt átbeszélünk, az működni fog azon is. Ha nem, akkor szóljatok, és akkor picit módosítunk rajta. A laptopomon már a 20.04-es Linux van, tehát tudok ott tesztelni. Tekerjük végig még ezt a kis prezentációt, még van pár dia. Ugye látjuk itt az első kis programunkat, tényleg az, hogy igazából tényleg csak annyit csinál, hogy kiírja, hogy Hello World, hogy az, hogy most ezek hogy működnek, ezt erre később fogunk kitérni. Arra figyeljünk alapvetően, hogy helyesen írjuk le a programot. Nyilván itt nagyon pontosan kell megfogalmazni, hogy mit is akarunk, mindjárt erre ki is térünk. Figyeljünk az idézőjelekre, hogy jók legyenek, pontos vesző, speciális karakterek. Hát erre figyeljünk oda. Hát copy-paste szerintem, hát még lehet, hogy működik is, de ezt majd kipróbáljátok otthon. Jó. Oké, és hát ez alapvetően ugyanaz, csak nyilván itt a kurzus során használt headert ne felejtsük el. Ez igazából, aki gondolja, belenézhet ugyanolyan forrásfáj, mint a miénk. Picit leegyszerűsíti néhány dolognak a használatát. Jó. Most egyelőre erre még nem térnék ki. Jó. Tehát amire tényleg való, hogy kipróbáljuk az eszközeinket, fordító, programozási környezet, futtató környezet. Ahogy mondtam, figyelmesen írjuk le a programot, figyeljünk a kapcsolj zárójelekre, pontos veszőre, erre, arra, amarra. Jó. Ugye, ahogy mondtam is, tényleg csak ez az egy sor az, ami effektíve is csinál valamit, ugye a többi az csak egy ilyen körítés, ha úgy tetszik, viszont ez a körítés, ez szükséges, és teljesen normális, tehát erre nyilván szükségünk van, és hogy mi az a boilerplate, ugye különböző elnevezések, függvénykönyvtárak, egyéb eszközök, amelyeket összekapcsolunk úgymond a mi programunkkal, erről majd fogunk picit pontosabban beszélni. Nyilván ezek azért kellenek, hogy ne egy millió sort kelljen írni, hanem tényleg csak néhány sorba ki tudjuk fejezni azt, hogy mit is szeretnénk. De erről majd tényleg beszélünk. Jó, nagyon fontos, hogy ne úgy programozzunk, hogy legyünk túl rajta. Figyeljünk oda, hogy elegáns legyen, helyes legyen, és olyan módon írjuk meg, hogy más programozók is könnyedén használhassák a programunkat. Ugye nagyon fontos, hogy a programot nem magunknak írjuk. Nyilván elsősorban a fordítónak, meg a futtatókörnyezetnek írjuk. Emiatt ugye helyesen kell leírni, apró pici hibák is fordítási hibát eredményeznek. Ezekről fogunk részletesen beszélni. De emellett nagyon fontos az, hogy más programozóknak is írjuk a programot. Tehát tényleg úgy írjuk meg, hogy áttekinthető legyen, és tényleg helyes legyen. Igenis számít a stílus, nagyon fontos, hogy tényleg precízen és szépen írjunk, hogyha úgy tetszik. Jó, mint ahogy itt is látjátok a kódban, hogy tényleg szépen áttekinthetően, hát lehet, hogy egy kicsit nagyítanom kéne ezen, hogy telón is látszódjon. Talán így már jobb lesz. Tehát tényleg, hogy szépen szépen áttekinthető legyen. Jó, hát nyilván ezt megírhattuk volna, mit tudom én, így is. És akkor ilyen, hát nyilván ilyen kisebb programnál ez nem biztos, hogy jelentős, de tényleg figyeljünk oda indentálásra, hogy tényleg jól nézzen ki. Oké, és rendben van. Jó, tehát számít a stílus. Mit csináltunk, amikor kiadtuk ezt a parancsot? Ugye, amit mi írunk, az egy emberek által olvasható forráskód.
még ha most nem is biztos, hogy értitek, de emberek által olvasható forráskód. Na most nyilván ezt a forráskódot nekünk úgymond oda kell adnunk a számítógépnek végrehajtásra. Most anélkül, hogy úgy mélyebben belemennék abba, hogy hogyan működik a processzor, meg memória, meg ilyesmi, ugye ezt a szöveges fájlt a processzor nem tudja így egy az egybe végrehajtani, mert nyilván ezt ő nem érti. Mind a processzor, mind a memória egy nagyon egyszerű alapfelépítésű valami, amúgy nyilván egy bonyolult dolog, tehát félre ne értsetek. Tehát a processzor és a memória tényleg csak nagyon-nagyon egyszerű dolgokat tud végrehajtani. Például ilyenek, hogy összeadás, szorzás, kivonás, egy pár ilyen egyéb alapművelet. Na most nyilván ezt, hogy ilyen összeadásra, szorzásra, kivonásra hogyan fordítjuk le, hát ebben most hagyd ne menjek bele. A lényeg az, hogy szerencsére ezt nem kézzel kell nekünk megírni, hanem itt van nekünk ez a program, a G++. Jó? Ez a G++ végzi azt, hogy a mi forrásfájlunkat lefordítja egy olyan futtatható bináris állományra, amit már a processzor értelmezni tud. Jó? Nagyon fontos, hogy úgymond ahány processzor annyiféle módon kell ezt csinálni, bár ez egy kicsit túlzás talán. Nyilván minden processzornak van egy adott utasítás készlete, hogy az mit tud, hogy az adott processzor mit tud végrehajtani. Illetve vannak operációs rendszer specifikus dolgok is. Ugye ez a file, most nyomok egy ls-t, ugye itt kilistázzuk a mappa tartalmát. Ugye itt van nekünk a mi forrásfájlunk, itt van az a kurzus szintű header file, amire szükségünk van, illetve itt van a programunk, amit tudunk futtatni, és amit itt futtattunk is ezzel az utasítással. Na most ez a program, ez pontosan úgy van nekünk itt lefordítva, vagy elkészítve, hogy ugye nekem egy Ubuntu operációs rendszerem van, egy Intel i7-es processzor van a gépemben, az a 9700, tehát annak az utasítás készletére van lefordítva, és ez a program csak ezen a gépen fog működni, illetve azokon a gépeken, amin ugyanígy Ubuntu van, illetve ugyanez a processzor van, vagy ugyanez az utasítás készletű processzor van, hogy pontos legyek. Ezt a programot, hogyha át akarnánk tenni Windowsra, nem fog működni. Jó? Tehát nagyon fontos, hogy ez nem fog működni. Ilyen értelemben a bináris állomány itt nem hordozható. Tehát a futtatható programunk nem hordozható. Hogyha ugyanezt megcsináltok Windowson, akkor nagy valószínűséggel egy olyan program fog létrejönni, aminek a kiterjesztés ez a .exe, ha esetleg így rémlik, tehát egy executable, egy futtatható állomány jön létre. Jó? Na most, amikor mi ezt a parancsot kiadjuk, tulajdonképpen akkor azt csináljuk, hogy ebből a forrásfájlból, amit itt megírtunk, egy futtatható állományt hozunk létre, szem előtt tartva azt, hogy nekünk milyen a processzorunk, nekünk milyen az operációs rendszerünk. Természetesen itt a G++-nál tudnánk olyat is csinálni, hogy nem a mi processzorunkra és nem a mi operációs rendszerünkre fordítjuk, hanem mondjuk Windowsra. Tehát én itt ezt a programot le tudnám most fordítani Windowsra is. Miért ne tudnám? Le tudnám fordítani. A G++ alkalmas rá, de most hirtelen fejből nem tudom, hogy mi az a kapcsoló, de majd megnézem délutára, és akkor elmondom. Jó? A lényeg, hogy ez a G++ ez tényleg azt csinálja, hogy ezt a emberileg olvasható, számunkra embereknek olvasható programkódot lefordítja a processzor által végrehajtató utasítások sorozatává. Erre van egy kis diánk. Ugye itt van egy forráskódunk, ugye, amit mi megírtunk, van úgymond ez a C++ compiler, vagy fordító program, ami első lépésben egy úgynevezett object kódot hoz létre, hát magyarul talán tárgykód, maradjunk az angolnál, tehát egy object kódot fog létrehozni, és ezt különböző külső object kódokkal össze fogja kapcsolni. Milyen külső object kódunk van. Például ugye ez is egy forráskód, ezt is meg tudom nektek mutatni, tehát tényleg ez is egy sima emberek által olvasható szöveges forrásfájl. Most nyilván itt a részletekben nem akarok belemenni,
nem olyan érdekes ez, de ezt is le kell fordítani. Tehát ezt a forrásfájt is le kell fordítani, abból is létrejön egy object kód, és ezeket az object kódokat össze kell linkelni, tehát hogy egy executable legyen, tehát egy futtatható forrásfájl legyen. Tehát egy C++ forráskódot írunk, amelyek egy emberek által olvasható forma, és ezt tartjuk szem előtt, mert más emberek is olvasni fogják a forráskódunkat. A compiler ezt fordítja le object kódra, vagy machine kódra, gépi kódra, ha úgy tetszik. Ezt a object kódot már érti a gép, végre tudja hajtani. A linker pedig összekapcsolja a te kódodat, amit te írtál, illetve más rendszer szintű programkódokkal, és ezeket tudjuk majd futtatni. Jó? Ilyen külső például, ilyen input-output könyvtárak, operációs rendszer programkód, és ugye az eredmény pedig egy futtatható program lesz. Hát, Windows-on egy exe file, Linux-on pedig egy a.out, de igazából amilyen nevet itt adunk neki. Tehát amit itt a minusz o után írunk, az lesz a futtatható programnak a neve. Jó, rendben van. Na még egy dia, ezt megnézzük. Tehát konvencionálisan mi is a programozás? Megmondani egy nagyon gyors és nagyon buta valaminek, nagyon pontosan, hogy mit csináljon. Jó? Ugye nyilván nagyon gyors, attól függ persze, hogy mi a probléma. Nagyon buta abból a szempontból, hogy nem gondolkodik, hát egyelőre legalábbis, csak idő kérdése szerintem, de egyelőre még nagyon buta, ugye maga a számítógép, emiatt nagyon pontosan meg kell mondani azt, hogy mit is akarunk csinálni. Jó? Ugye a programozás egy probléma megoldásának a terve. Tehát van egy problémánk, amit meg szeretnénk oldani, és azt szépen forráskódba, ilyen terv szinten leírjuk, hogy az hogyan történjen annak a problémának a megoldása. Jó? Másképpen fogalmazva mondhatnánk azt is, hogy meghatározzuk egy program lefutásának a menetét. Tehát hogyan fusson le egy program, hogyan hajtódjon végre egy program. Nyilván itt azért majd bonyolódik a helyzet, hogy ugye nyilván mi olyan programokat fogunk még most írni, ami egyszer csak véget ér, tehát szépen lefut, és hogyha jól dolgoztunk, akkor előbb-utóbb véget ér. Kérdezhetnétek, hogy a játékprogramok hogy nem érnek véget, vagy a böngésző hogy nem lép ki, erre is majd fogunk választ adni. Jó. Nyilván a jelenkor programjai több millió sorból állnak, tehát tényleg ez azért cizelláldink, most nyilván egy AAA játék az nem úgy néz ki, hogy van 30 sor, vagy 3000, vagy 30 000, tényleg brutális méretűek ezek a programok. Hát ha csak belegondolok, hogy hát nem tudom, hogy a Call of Duty Warzone, tehát a Modern Warfare hol tart most, de szerintem már bőven 100 GB fölött van. Hát az hány sor program? Jó, tudom, benne vannak a textúrák is, meg a különböző assetek, ugye amit a játék a vizualizáció során használ, de higgyétek el, hogy nem egyszerű. Hát 200 plusz, na, annál is inkább. Jó, tudom, természetesen ennek nagy része a textúrák, összetek, ilyesmi, de azért higgyétek el, hogy jelentős mennyiségű programkód van. Jó, itt használtánk ilyen akadémiai definíciókat, hogy most mi a programozás, hát szerintem mindenkinek van elképzelése róla. Ott van egy ilyen a szerző írta, na hát pont nem látjátok a webkamerától, úgyhogy le is veszem a fejemet. Tehát itt ebbe a kis idézetbe, hogy egy programnak a struktúráját meghatározni, hogy hogyan is működjön, mi legyen a feladata, és nyilván a tesztelés is része ennek. De hát ennek természetes része, nyilván írod a programot, kipróbálod, hogy jó-e. Tehát nem az van, hogy csak megírod, aztán jó van az úgy, hanem tényleg ki is próbálod. Jó, nyilván sose felejtsük el kipróbálni, tehát próbáljuk ki a programunkat. És ugye a szoftver az egy vagy több program, nyilván azért ez egy kicsit komplikáltabb már manapság. A könyvelésnek van egy olyan része, hogy ezeket a forráskódokat föl kell tölteni GitHub-ra, vagy valamilyen open source tárolóba. Hát én a GitHub-ot javaslom, szerintem a legtöbben azt használják, illetve
Nekem az a legkényelmesebb, de mindenki eldönti a maga szájíze szerint, hogy mit szeretne használni. Ugye akkor nézzünk is rá erre a GitHub-ra. Ugye alapvetően be kell regisztrálni, semmi meglepő, és ugye nyilván itt tudtok létrehozni saját tárolót is. Én már létrehoztam ide egyet, tehát ez az én szoftvertárolóm. Itt lesznek fönt a programok, amiket itt megírósgatok. Tehát megírok itt órákon, azokat teszem is föl, hát ha nem is egyből, de picit még kalapálok rajta, hogyha esetleg nem néz ki olyan jól, de föl fogom tenni őket ide, itt fogjátok tudni megtalálni. Na most, alapvetően nyilván ahhoz, hogy létrehozzatok ilyen saját tárolót, biztos van egy gomb, hogy New Repository vagy ilyesmi, de lehet, hogy célszerűbb lenne az, hogy rámentek az én tárolómra, tehát ide erre a címre eljöttök, és egész egyszerűen csak annyit nyomtok, hogy fork. Ilyenkor ezt annyit fog csinálni a GitHub, hogy a ti user accountotokhoz csinál erről a tárolóra egy másolatot. Jó? Tehát nem kell újat létrehoznotok, én már itt inicializáltam is pár fájlt, ilyen readme-t, meg license-t, meg ilyesmit, meg föltöltöttem ezt a header fájlt ide előre, hogy meglegyen. De itt már én inicializáltam egyet, tehát szerintem a legegyszerűbb az, hogyha ide kattintotok, hogy fork, és akkor meg lesz. Jó. Na most, hogyan tudjuk ezt használni, meg hogyan is érdemes ezt, hogyan is lehet ezt használni? Ugye, nyilván itt is a parancsort hangsúlyoznám, hogy jó lenne, hogyha azt ahhoz szoknátok hozzá, illetve parancsorba használnátok a gitet, hiszen ezt alapba parancsorba szokták használni. Nyilván a fejlettebb idék már tudják ilyen kattingatós módon is, de itt most nekünk a parancsor használata lenne a legjobb. Jó. És akkor hogyan lehet használni? Ugye alapvetően le kéne tölteni ezt nekünk a mi saját gépünkre, úgyhogy akkor kattintsunk ide, hogy kód, és klónozzuk le ezzel a HTTPS-sel. Hát lehet, hogy nektek alapba SSH-t dob föl, akkor valószínű ide kell valahova kattintani, tehát lehet, hogy alapba ez dobja föl, de akkor kattintsatok ide a use HTTPS, és ezt a linket kopizzátok ki ezzel a gombbal, így akkor csinál egy másolatot. És akkor vegyük elő a parancsort. Opa. És csináljunk egy olyat, hogy egy valamelyik mappába, teljesen mindegy, hogy hova ezt rátok bízom, klónozzuk ezt le, tehát úgymond, tehát ezt így hívják, hogy klónozzuk le, tehát hozzunk létre egy lokális másolatot. Ezt pedig azzal a parancssal tudjuk, hogy git clone, és mögé illesztjük azt a címet, ahol a repozitorink, tehát a tárolónk elérhető. Üssünk egy Entert, és ez szépen le is tölti nekünk. Hát ez most gyorsan ment, mert még egyelőre üres a tároló. Egyszer leklónoztam amikor elkezdtem használni, leklónoztam a Unreal Engine 4-nek a tárolóját, hát az nem ennyi idő alatt töltődött le. A lényeg az, hogy innentől kezdve itt már megjelenik nekünk a mi kis tárolónk. Jó. Lépjünk bele ebbe a mappába, és akkor itt látni is fogjuk, hogy szépen itt vannak nekünk a fájlaink, ugye a license, a readme, ugye itt van a source mappa, amiben majd én fogom tölteni a forrás fájlokat. Jó. Na most, ugye itt ebbe a source-ba egyelőre nincsen semmi, csak ami emi egyébként is fönn volt, úgyhogy most megmutatnám azt, hogy hogyan lehet a fájlokat föltölteni. Például most a Hello World-öt. Tehát nyilván, mert egyelőre más forrás fájlunk nincs. Nyilván itt én szerintem érdemes lenne létrehozni egy kis mappa struktúrát, hogy így fejezetenként külön válasszuk az egyes témaköröket. Úgyhogy én itt létre is hozok egy ilyen CH02, hiszen ez a Chapter 2-nek a forrás fájlai lesznek. Bele is lépünk ebbe a Chapter 2-be, és akkor itt egyrészt létrehoznék egy olyan mappát, hogy Chapter, ami a fejezetben megjelenő forráskódok lesznek, illetve létrehoznék egy Drill mappát, ami pedig a Drillhez kapcsolódó forráskódok, illetve forrásfájlok lesznek.
Jó. És akkor igazából csak annyit csinálok, hogy ebbe a mappában, most így mutatom, simán kézzel ezt az egyetlen egy forrásfájlt ide bemásolom. Jó, látjátok itt a mappa struktúrát, ide szépen Ctrl-C, Ctrl-V-vel bemásolom ezt a Hello World forrásfájlt. Így van, és akkor ez most egyelőre itt a lokális tárolóban már itt van. Jó, hát ezt egy LS-sel tudjuk is ellenőrizni, hogy látjátok, hogy itt van ebbe a kis mappa struktúrába, itt a Hello World forrásfájlunk. Jó, rendben van. Na, viszont ez még egyelőre csak itt van nekünk, tehát ez nem úgy működik, mint a Dropbox, hogy ilyen autószinkes, csak fölvillantom, hogy itt ugye változás nem történt, tehát itt ugye a szerveren, ugye a GitHub szerveren még igazából nincs fönt, tehát erre figyeljünk oda, hogy nem automatikusan szinkronizál, mint tényleg a Dropbox, bár a háttérben szerintem a Dropbox is valami olyasmit csinál, amit mi most fogunk. Jó, tehát nyilván ezt nekünk föl kell tölteni, és erre tudjuk használni a Git nevű segédprogramot, ugyanúgy, ahogy itt is. Na most azt elfelejtettem mondani, hogy ha ez a parancs valami hibát jelez, akkor megint csak föl kell telepítenünk, ugyanúgy, mint a G++-t, tehát ezzel a sudo apt-get install git parancsal. Jó. Alapértelmezésben a Windows, a Linux mellé nincs telepítve, nyilván a Windows mellé se, de Linux mellé nincs telepítve, ezzel a parancsal tudjuk telepíteni. Jó. De nekem telepítve van, úgyhogy én nem fogom. És akkor miután bemásoltuk a forrásfájlunkat a mappába, különböző parancsokat tudunk így a Git-tel végrehajtani, tehát különböző információkat tudunk a Git-től elkérni. Például tudunk olyat, hogy mi most éppen a tárolónak a státusza, és akkor itt írja nekünk, hogy ugye alapvetően up-to-date-ek vagyunk, up-to-date-ek vagyunk, viszont vannak olyan fájlaink, amelyek nincsenek trackkelve, és ilyen például ez a mappa, illetve a mappában lévő fájlok. Jó, és itt írja is nekünk, hogy ha szeretnénk hozzáadni a tárolóhoz, akkor használjuk a git add parancsot. Hát ez nagyon egyszerű, akkor írjuk is ezt be, viszont nyilván ez egy kis kapcsolót hozzá kell tennünk, ezt a minuszert, hogy rekurzívan minden mappát hozzáadjon, ami benne van. Nem akarom túlmagyarázni, egyelőre szerintem ennyi nekünk elég lesz. Hát, vagy mégse. Vagy lehet, hogy adnál nem kell. Erre most nem emlékszem pontosan. Jó, akkor elég csak nekünk a source-t hozzáadni így. Jó, és akkor hogyha most lekérdezzük a git státuszt, akkor már az fogja nekünk írni, hogy ugyancsak up-to-date-ek vagyunk, viszont van új fájlunk, és itt már jelzi is nekünk az új fájlt. Jó, tehát azt a fájlt, amit most itt szépen hozzáadtunk, de itt még egyelőre csak a trackinghez adtuk hozzá. Most, ami módosítást végeztünk, azt commitolnunk kell. Ezt pedig a git commit parancsal tudjuk megtenni. Alapvetően ezzel azt csináljuk, hogy véglegesítjük azt a fájlt, amit itt hozzá akarunk adni. Tehát git commit a minuszem kapcsoló után pedig tudunk hagyni egy üzenetet, például itt most az, hogy upload hello world. Jó, ezt azért, mert most csak ennyit töltünk föl igazából. Jó, ez az üzenet majd meg fog jelenni nekünk itt az online kis oldalon is, meg ezt majd ilyen, hát úgymond ilyen logfile-ként tudjuk kezelni, ha úgy tetszik. Oké, és rendben van. Itt kiírni nekünk egy kis logfájt, hogy van egy azonosítója ennek a commitnak, van egy üzenet, írja, hogy változott egy fájl, az az egy fájl 8 sor, tehát 8 sort illesztettünk be tulajdonképpen, és igazából egy ilyen create van, tehát létrehozzuk ezt a fájlt. Jó, de ez csak egy ilyen kis tájékoztató dolog, csak hogy lássuk, hogy mi is ennek az adott commitnak úgymond a tartalma.
Jó, rendben van. És hogyha ez megvan, akkor már csak egy dolog maradt hátra, ez pedig a git push. Ugyanis ez a git push utasítás fogja a forrás fájlainkat föltölteni a távoli szerverre. És nyilván itt kér majd felhasználó nevet és jelszót. Nyilván, hogy akárki ne tudjon csak úgy belekontárkodni a mi tárolónkba. Hát én megadom, mit kér? User nevet, illetve jelszót. Így van. Oké, jó, elírtam a jelszót. Jó, rendben van. Úgyhogy innentől kezdve már föl is töltöttük. Itt nyilván kiír ilyen kis üzeneteket, hogy milyen tömörítés, meg hogy írja. A lényeg itt a végén az, hogy ha nem ír hibát itt, akkor rendben, úgymond lezajlott a folyamat, tehát föltöltötte a távoli szerverre. És akkor erre rá is tudunk pillantani. Itt frissítek egyet az oldalon, és akkor itt meg is jelent nekünk a Chapter 02, és a Chapter 02-n belül pedig itt a Hello World forrás fájlunk, és ezt is itt meg is tudjuk nézni, hogy pontosan hogyan is néz ki. Jó, tehát rá is tudunk pillantani. Na most alapvetően én ezt az utat javasolnám, hogy így használjátok. Persze, hogyha nagyon elakadtok, akkor ide lehet kézzel is fájlokat föltölteni, de én ennek nem nagyon vagyok a híve. Egyetemen vagyunk, ne csak kattingassunk. Jó, kattingatni mindenki tud, hanem használjuk a parancsort. Amúgy is a valóságban legtöbbször parancsorba használjuk a gitet. Elvétve azért működik ez komplex idéknél is, de használjuk a parancsort, hogy szokjuk, lássuk, hogy hogyan működik a dolog. Na most, ugye itt látjuk, hogy ez föltöltötte nekünk. Ezt mi le tudjuk tölteni akár laborba is, a karigépre, ha minden igaz, a git telepítve van, legalábbis remélem, a laborgépeken bent a karon. És ezt tudjuk utána így viszonylag dinamikusan kezelni. Na most teszem azt, én átmegyek egy másik gépre, ott dolgozok rajta, ott commitolok, ott pusholok. Ugye az itteni gépemen nem fog látszódni automatikusan. Tehát nyilván, amit egy másik gépen csinálok módosítást, és töltök fel a GitHub szerverre, az ezen a gépen nem fog automatikusan megjelenni. Ugye, ahogy mondtam, nem Dropbox, nagyon fontos, hanem azokat a változásokat, amiket ott létrehoztam és ott föltöltöttem, azt itt le kell töltenem. Azt melyik parancssal tudom? Erre is van egy parancs, ez pedig a git pull. Mit csinál a git pull? Azokat a módosításokat, amik azóta történtek, hogy én itt pusholtam, azokat szépen letölti, tehát úgymond frissíti a fájljaimat. Jó? Ezt a parancsot is ki tudom adni. Hát mivel most más módosítást nem végeztem, ezért annyit ír nekünk, hogy already up to date, tehát nincs mit tennünk, minden módosításunk up to date, ami a lokális gépen van. Jó? Nyilván, hogyha közben történt volna módosítás, akkor ezt így szépen letöltögetni, és ott írja is, hogy melyik fájlok változtak. Ami még esetleg ilyen hasznos lehet, az a git log. Ez egy ilyen kis logfájt ír ki nekünk, hogy mi történt. Ezeket különböző mélységig tudjuk utána megnézni. Látjuk, hogy itt van a commitnek egy azonosítója. Ugye az, hogy ki végezte el, nyilván itt több usert is hozzá tudunk adni, és ez egy nagyon lényeges része a dolognak, hogy ugye fejlesztő csapatok tudnak közösen dolgozni egy kódbázison, és ezek az ilyen verziókövető rendszerek, mint a Git, ezt nagyon-nagyon leegyszerűsítik. Nyilván ír egy kis dátumot, írja az üzenetet, illetve ezt tudjuk részletezni is, azt hiszem a gitlog-p parancssal, és akkor itt már konkrétan látjuk azt is, hogy mi történt, hogy melyik fájlokba történt módosítás, egészen pontosan milyen módosítás történt, látjuk így, hogy sorokat adtunk hozzá, és egyéb dolgok.
Jó, tehát így sok mindent látunk. Oké, és rendben van. Na, hát szerintem a Git kapcsán ugye ennyi. Első alkalomra én ennyit gondoltam. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor várom a kérdéseket.